Bizonyos esetekben érvénytelennek nyilvánítják az útleveleket Ukrajnában. Februárban a hatóságok ugyanis frissítették a biometrikus igazolványok kiállításának rendszerét. Ennek értelmében arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy ellenőrizzék az útlevelüket és a személyi igazolványukat. Ha a külföldi utazásra jogosító okmányban és a személyi igazolványban valami hiba folytán eltér egymástól a két név, úgy az egyik okmány érvénytelennek minősül. Érvényesnek az utoljára kiállított dokumentumot ismerik el, vagyis ha valaki először útlevelet igényelt és személyigazolvány csak később, akkor az útlevél érvénytelen lesz, amennyiben hiba van a dokumentumban. Ha a név és a vezetéknév átírása, vagyis transliterációja azonos, akkor mindkét dokumentum érvényes marad. A félreértések elkerülése érdekében a hatóságok azt tanácsolják a lakosságnak, hogy ellenőrizzék az irataikat. Amennyiben pedig eltérést találnak, vegyék fel a kapcsolatot a Migrációs Hivatallal, az útlevélosztályjal, vagy éppen az Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központtal.